kiegyensúlyozott teljesítménnyel menetelt a kadét világbajnoki címig a BVSC Zugló kardvívója Szűcs Luca. A 16 éves versenyző betegsége ellenére rendkívül koncentráltan vívott a lengyelországi Torunban, és egész nap megállíthatatlannak bizonyult. Amikor mentünk ki a busszal, akkor még csak a Liza volt beteg, de mivel mellette ültem egész végig, ezért megfertőzött, és másnapra annyira beteg lettem, fájt a torkom is, náthás voltam, folyt az orrom, minden bajom volt, és igazából aznap még edzettünk egy kicsit, de az is így alig ment, mert nem nagyon éreztem, mert hát ugye betegség így viszonylag legyengített, és utána így úgy álltam oda a versenyen, hogy igazából csak élvezem, meg hogy legyek túl rajta, mert hogy ugye beteg vagyok, és hogy inkább így gyógyuljak meg, de nyilván azért nagyon fontos volt, mert ez az év legfontosabb versenye. Elkezdtem a kört vívni, és egyáltalán nem izgultam, ami nem mondható el az EB-ről, mert ott végig izgultam az egészet, és lehet, hogy azért is nem ment jól. Úgyhogy a csoport is nagyon jól ment, és aztán ugye másodikként rangsorolódtam a táblán, és igazából végig viszonylag simán egy nagyon szoros asszon volt, de utána is már így viszonylag simán nyertem. Úgyhogy nagyon örültem neki. A Lucának nagyon nagy szüksége van arra, hogy odafigyeljen arra, amit csinál. Mint ahogy minden sportolóban, neki különösképpen, hogy egy dologra figyeljen, és végig próbáltuk a fókuszát a víváson tartani, mivel úgy tűnik, hogy egész jól sikerült. A gyerekek felé mindig ugyanaz az elvárás, az pedig a jó szereplés, tehát a maga a jó produkció. De az eredmény elvele sosincs, mindig inkább azt kerül tőlük, hogy hozzák ki magukból a legtöbbet, mert hogyha azt ki tudják, akkor valószínűleg ott lesznek a legelső között. 20 napján a krónikájához tartozik a negyed döntő, amelyben a zuglóiak reménysége 13-7-es, majd 14-10-es hátrányból fordított a francia Amalia Emé ellen. Csak az volt bennem, hogy ne nagyon kapjak ki ettől a lánytól, mert tavaly őt megvertem a VB-n, ugyanígy, csak 16-ba jutásért talán. És az volt bennem, hogy én tavaly őt megvertem, és hogy ez hogy lehet, hogy ennyire vezet. És azért megpróbáltam ilyen teljesen más csinálni, inkább ilyen edzésként felfogni, hogy adjak minél több túst. És így ráéreztem, hogy mit kell csinálni ellene. És utána már így bennem se volt, hogy így kikapjak. Nyilván izgultam, hogy nehogy valami véletlen tussal ugye mégis nyerjen, amikor már csak egy hiányzott neki. És hát igazából így sikerült beadnom, és nagyon örültem, hogy és utána már igazából nem izgultam, mert ő volt a nagy ellenfél. Luca a felkészülés utolsó hetében is mindent alárendelt a sikernek, ebben nagy szerepe volt edzőjének, Bódi Benyáminnak is, aki miután gumicukor evésen kapta versenyzőjét, moziba sem engedte el. Bár akkor ezt nem viccként élték meg, a történet mára mókás adalék a világbajnoki címhez. El akartunk menni a Lizával moziba, mert péntek volt, szóval igazából szerintem ennyi bőven belefér. És nem engedett el minket a Benji, és ezért igazából így szerintem lehet, hogy én jobban, de a Liza is nagyon kiakadt rá, hogy ez hogy lehet. Nem értettem nagyon, hogy miért csinálja, és akkor mondtam, hogy ő a világ leggonoszabb embere, és akkor ugye erre mondta, hogy utálhatom, de csak a világ tetejéről, és akkor így végül is sikerült, mármint, hogy nem utálom, csak hogy a világ tetejére kerülni. Kicsit hirtelen volt, de az volt a lényeg, hogy én nem engedtem el őket, hogy moziba menjenek, mert úgy láttam, hogy nem koncentrál kellően a vívásra. És akkor mondtam neki, hogy hazaviszem, hogy véletlenül se tudjon ellógni moziba, és hát azon teljesen kiborult, és akkor sírva kijelentette, hogy én vagyok a világ leggonoszabb embere, és akkor sikerült azt elejteni, hogy majd a világ tetejéről mondhatja ugyanezt, és onnan lehet utálni. Én akkor ezt komolyan gondoltam teljesen, és hál' Isten, hogy úgy is alakult. Luca néhány héttel korábban a korosztályos Európa-bajnokságról is aranyéremmel tért haza. Foggiában a csapat tagjaként állhatott fel a dobogó tetejére. A kadétkort az idén maga mögött hagyó vívó következő célja, mi más lehetne, bekerülni a junior válogatottba. Az idei évben én most így viszonylag elégedett vagyok az eredményemmel, de az EB az sikerülhetett volna jobban is,
de a VB-vel ugye így kompenzáltam, és jövő évre pedig a junior válogatottság a célom, és mert ugye az idén nem jött össze, pedig azt is azért nagyon szerettem volna, meg ott mind egyéniben, mind csapatban jól teljesíteni, hogyha esetleg kijutok, mert ehhez nyilván szükséges a világkupákon jól szerepelnem, akár 8-ba jutni, vagy ilyenek. Úgyhogy igazából ez, hogy így az egész évben kiegyensúlyozottan jól vívjak.